Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség. Aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet. Mindig csak adni kell. Ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült. Soha. A költőknek, akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban. A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngétségnek. Nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakkal közölni. Ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Márai Sándor December című prózájának részletével, tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm Önöket, Karcagváros önkormányzata, a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi miniszterurat és kedves feleségét. Tisztelettel köszöntöm Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait és az egyházak jelenlévő képviselőit. Szeretettel köszöntöm Karcagon Ötvös Ideasszonyt, a Zöldfalusi Turizmus Egyesület Viski elnökét. Üdvözlöm Takács Zsuzsa asszonyt, a Kárpátaljai Magyar Népművészeti és Hagyományőrző Egyesület elnökét. Szeretettel köszöntöm rendezvényünkön a civil szervezetek képviselőit, valamennyi kedves megjelent vendéget. És végül megkülönböztetett szeretettel már ismerősként köszöntöm Karcagon Pál Istvánt és bandáját és a fellépő viski táncosokat. Advent örömvasárnapján a készülődés, a várakozás felfokozott, reménytelien boldogságos perceiben együtt ünnepelhetünk, hisz közeleg az év legboldogabb napja, a születés ünnepe. A keresztény világban a karácsony, Jézus Krisztus születésének az ünnepe, Isten egyszülött fiái, a megváltói, és így élik meg 2000 év óta milliárdnyian, erőt merítve és erőt adva. A születéshez vezető út, az advent, a várakozás időszaka, a mindörökké vár beteljesülésé, amikor Isten megértette az ember vágyakozását, és elküldte egyszülött fiát a világ megváltására. Hányszor ülünk mi is, mai emberek, várakozva, vágyakozva, hogy megváljunk fájdalmainktól, sikertelenségeinktől, kudarcainktól, fájdalmainktól. A várakozás emberi dimenziójában gyakorta kell visszatekintenünk, értékelnünk cselekedeteinket, megállapítani tetteink helyességét, magunk és embertársaink irányában elkövetett tetteinket. Advent időszak, az év vége, magától kínálja, hogy a készülődés egyében évzáró önvizsgálatot tartsunk, és ez az öngyónás, az öntisztulás elősegíti a karácsonyra való lelki felkészülést. Az advent jelentése, az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik mindez? Milyen könnyű kimondani, de milyen nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani. Mert olyannyira elfoglalnak minket a hétköznapokban a feladatok, kötelezettségek, a világnak való megfeleléskényszere,
hogy amikor egy kicsit lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak nehezen vagyunk képesek a megállásra és az odafigyelésre. Ez a szent időszak tehát egy olyan átváltozást jelent, amely bennünk zajlik, hogy időben készen álljunk arra, hogy egymás szemébe nézve, egymás kezét megszorítva valóban átéljük a közösség ünnepét, a családi békesség nyugalmát, a megváltó Jézus Krisztus születését. A hit, a remény, a szeretet és az öröm gyertyája most még érintetlenül áll itt az adventi koszorún, de pár perc múlva az első gyertya bevilágíthatja szívünket. Ma, advent első vasárnapján felkérem Dobos László polgármester urat, gyújtsa meg az első gyertyát, és köszöntse a vendégeket. Tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselő hölgyek, urak, tisztelt jelenlévők, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Advent első vasárnapján az első gyertya meggyújtásának az idején, és végül nagy boldogság és öröm számomra, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és részt vesznek ezen a közös rendezvényen. Ezzel is mutatva azt, hogy milyen fontos az egymásra találás ebben a városban, és én azt kívánom, hogy ez legyen mindig is így ezen a helyen. Tisztelt jelenlévők, elsőként is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, tevékenységét, akik nem csak ezt az adventi vasárnapi megemlékezést, hanem az elkövetkezendő három vasárnapon is megszervezik, megrendezik ezeket az eseményeket, a gyertyagyújtást, ezt a megemlékezést, hiszen nagyon jól tudom, hogy igen sok munka van emögött. Hónapokkal korábban elkezdődnek azok a szervező tevékenységek, ami azt biztosítja, hogy rendben bonyolódjon minden év vasárnapon a gyertyagyújtás advent idején. Köszönet ezért, senkit nem szeretnék név szerint kiemelni, hiszen nagyon sok szervező van még vértem, sem szeretnék kihagyni senkit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, advent sok mindennek az ideje, érdekes módon a bőjtnek, a bűnbocsánatnak, a jó cselekedeteknek, az elesettek megsegítésének és a várakozásnak is az ideje. Kívánom Önöknek, és kérem is, hogy lehetőség szerint ezeket az elemeket minél inkább alkalmazzák az elkövetkezendő időszakban. És nagyon fontos még valóban, ahogy az imént is elhangzott, a lelkiismeretnek a megvizsgálása tiszta legyen, hogy még nagyobb erővel tudjunk egymás felé közelíteni ebben az időszakban, és jussunk el minél tisztább lelkülettel Jézus megszületésének az idejéig, az utolsó adventi vasárnapig. Hölgyeim és Uraim! Én úgy gondolom, hogy minden év vasárnap olyan lesz, ami emlékezetes lesz számunkra. A szokásoknak megfelelően a Városházán, ezt követően a következő vasárnapon a Református Egyház szervezésében, majd a Déli Névművelődési Otthonban, és az utolsó vasárnapon pedig a Katolikus Templomban gyullad meg az utolsó adventi gyertya. Valóban érkezünk el olyan érzésvilággal, olyan egymásra találással ezen a négy alkalmon keresztül Jézus megszületésének pillanatáig arra emlékezve, ami nyugodtságot biztosít mindannyiunknak és az egész közösségnek a számára. Hiszen a boldogság egyénenként is nagyon-nagyon fontos, de az igazi az, amikor egy egész település talál egymásra, és egy egész település boldog, ha ezt tapasztaljuk, ha ezt látjuk, annál nincs felemelebb érzés. Tisztelt jelenlévők, én úgy gondolom, hogy méltó módon kezdődik ez az adventi megemlékezés.
kívánom, hogy legyen a folytatás továbbra is így. Tiszta szívvel kívánok minden karcagi lakosnak, azoknak, akik itt vannak, azoknak is, akik a képernyőn keresztül követik az eseményeket, áldott, békés és nagyon boldog karácsonyt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelettel köszönöm meg polgármester úr közreműködését és köszöntő gondolatait. Szeretettel adom át a szót Ötvös Ida asszonynak, a Zöldfalusi Turizmus Egyesület Viski elnökének. Kedvesekbe gyűltek, tiltakoztam az ellen, hogy köszöntsem önöket, mert nem készültem. De mivel itt várakozva ültem és szembesültem, hogy nagyon sok ismerős arcot vértem észrevenni, hogy ide érkezett a terembe, így vettem a bátorságot, és szeretném köszönteni az ismerős és ismeretlen karcagi lakosokat, akik eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk advent első vasárnapján. Én kívánom, hogy ez a rendezvény sorozat, ahogy a polgármester is mondta, tovább folytatódjon, és a barátságunk, ami kialakult Kárpátalja, Visk és Karcag között, köszönhető Fazekas Sándor miniszter úr, nekem számomra mindig ugyan, hogy miniszter úrnak, hogy összejöttünk és megismertük egymást, így kamatozódjon, és minél többet találkozunk, vagy Karcagon, vagy Visken. Kívánok mindenkinek nagyon szép adventi várakozást és kellemes áldott békés ünnepeket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel mutatom be önöknek a ma este főszereplőit, Pál István Szalonna és bandája. A zenekar tagjai jelenleg a Magyar Állami Népi Együttes muzsikusai. Koncertjeiken megszólalnak a Kárpát-medence leggyönyörűbb dallamai. Fontosnak tartják a hagyomány megőrzését, ezért a koncertezés mellett a népzeneoktatásban is nagy szerepet vállalnak. Néhány évvel ezelőtt megalapították a kárpátaljai népzenei képzést. Rendszeres résztvevői Magyarország legnagyobb fesztiváljainak, emellett az elmúlt években felléptek mind Európában, mind a tengeren túlon. Játszottak többek között Venezuelában, Indiában, Görögországban, Angliában, Ukrajnában, Mexikóban és az Egyesült Államokban. 2006-ban a Magyar Köztársaság küldöttjeként részt vettek az Egyesült Királyság 1956-os díszünnepségén, olyan kiváló művészek társaságában, mint az Oscar-díjas Jeremy Irons, Vásári Tamás zongoraművész és a Grammy-díjas népdalénekes Sebestyén Márta. Idén, néhány héttel ezelőtt Károly herceg 70. születésnapi ünnepségén a Buckingham palotában játszott Pál István Szalonna és bandája. Ez már a negyedik alkalom, hogy a brit királyi család előtt léptek fel. A zenészek szerint azonban mindezeknél fontosabb az a szeretet, ahogyan a zenekart fogadják az ország legkisebb falvaiban és a világ legnagyobb színpadain egyaránt. A Magyar Örökségdíjjal kitüntetett zenekar hivatásként választotta a Kárpát-medence kultúrájának megőrzését és átörökítését. Egy olyan kultúrának, melynek gyökerei több száz esztendőre nyúlnak vissza, és amely kultúra jelenthet akár egy igazi erőt megmaradásunkhoz is. Ma délután a zene mellett a tánc is szerepet kap. Engedjék meg, hogy név szerint is nagy szeretettel köszöntsem Takács Dóra és Páva Csaba kárpátaljai táncospárt. A pályafutásukat a Péterfalvi Népzene és Néptánctáborban kezdte. Számos rendezvényen, fesztiválon mutatták már meg magukat. Tagjai lettek a Kárpátalja táncegyüttesnek, amely szakmai fejlődésüket kitűnően segíti. Nem csak magukat fejlesztik, hanem szülőföldjükön már táncoktatóként is dolgoznak. Oktatói a Viski Szivárvány táncegyüttesnek. Táncházakban sok fiatallal szerettetik meg a magyar néptáncot és a hagyományokat. Takács Ákos és Szilágyi Nóra kárpátaljai Visken születtek. A népzenét már egészen kicsi koruk óta szeretik. Ők tagjai az iskolai szivárványtánccsoportnak is, és szólótáncosként már 2 éve a megnevezett Szól a Fülemüle tehetségkutató versenyen is részt vettek, ahol dobogós helyezést is értek már el.
Aktívan részt vesznek a nyári tánctáborokban, ahol tudásukat bővíthetik, és egyre haladhatnak előre. Szeretettel köszöntöm a zenekart és a táncosokat, és tisztelettel adom át a szót, a mikrofont és önöket. Oh, yes, sir.
köszönni, hogy néhány esztendő után újra Karcag városában lehetünk, és ezeket a kedves szavakat is, amelyekkel mint polgármester úr, mint a konferasz hölgy köszöntött mindannyiunkat. Néha olyan érzésem van, hogy, és nem csak néha, igazából amivel foglalkozunk, hogy örömhír hozói vagyunk a világban. És ezt azért is merem mondani, és semmilyen nagy képviség nincs bennem, mert annak idején a próféták is az egyszerű emberek közül voltak, akik hittek valamiben. És odálltak, és ez a mindennapjaikat is beragyogta. És azon gondolkoztam, hogy az örömhír igazából abban rejlik, ebben a gyönyörű Kárpát-medencében, hogy mind hitbelileg, mind kultúra szempontjából egy olyan kincs van a kezünkben, ami bátran mondhatom, a világban sehol nincs. És ezért tényleg, amit az előbb a hölgy is felolvasott, hogy a legkisebb falvaktól egész a királyi palotákig, ezt örömmel mondjuk, mikor elhívják az embert, akár Károly herceg 70. születésnapjára is a Buckinghambe, azt mondják, hogy azt szeretnék hallani, hogy magyar népzenét muzsikáljatok. Nem egy slágert kértek tőlünk, nem tudom, valamelyik híres előadótól, hanem muzsikáltunk Szatmárból, Kalotaszegről, meg azt hiszem, hogy Szász Csávásról. Tehát mindezek a dolgok, amikkel mi foglalkozunk, vagy akár tegnap Szatmár Csekin egy kolbásztöltő fesztiválon, tehát hogy ez ugyanúgy a mi életünk része, és jó érzés látni azt, hogy a magyarek emberek tudnak még mulatni, tudnak megemlékezni, tudnak énekelni, van szívük, kezük, lábuk, hála Istennek eszük is, amellyel tényleg utat mutatunk a jövőnek, és én bízom abban, hogy az egész világnak utat fogunk mutatni. Na hát ebből egy szelet az, amivel mi foglalkozunk, és visszük az örömhírt a nagyvilágba, hogy milyen kultúrája van ennek a gyönyörű népnek. Teszem hozzá úgy, hogy mindazok a velünk együtt élő nemzetek, vagy nemzetiségek, legyenek a ruszinok, szlovákok, románok, akikkel békességben érdegéltünk, ezeknek a szíve mind-mind itt van. Tegnap Kassán muzsikáltunk például este, és odajött hozzám egy gyefai szlovák fickó, Betlehemest mutattak be. És hát odajött, elkezdett szlovákul beszélni, mondtuk, hogy nem nagyon értünk szlovákul. Azt mondja, hát akkor köszönöm, ezt hozzátette, és a végén úgy nekem a szláv nyelvtudásom alapján, amit még Kárpátaljáról maradt, kiderítettük, hogy csak azt akartam mondani, hogy ha nem találkoznak, akkor áldott ünnepeket és békességet kíván a magyaroknak is. Szóval jó volt ezt hallani, és utána mi is eljátszottuk a saját műsorunkat, és tényleg egy nagyon szépen sikerült előadás volt. Az első zene, amit játszottunk, ez Erdély különböző vidékeiről való muzsika volt, igazából nem tájegységek szerint, hanem azok a hangulatok, amelyeket mi nagyon szeretünk, kötöttük össze. Következőkben viszont a felső tízevidékhez vándorolnánk, és ez a két gyönyörű táncospár fog önöknek táncolni. Hát a gyerekeknek most nagyobb szerencséjük van, akik ilyen térdmagasságban ülnek azon a tájon, ott a vége felé, ők látni fogják a lábukat, mert egy táncosnak a lábát kell igazából látni. Szóval Szatmárból fognak látni egy gyönyörű verbunkot, csárdást és az ahhoz tartozó friss csárdást. Thank you.
időközönként körülbelül egy ilyen 200 esztendőt és egy 200 kilométert fogunk bejárni a muzsika segítségével. Méghozzá az az összeállításunk címe, hogy a székelyeké. Ugye a székely népcsoportok is a történelem azért rendesen szétszaggattak. Ugye van egy csoportjuk, akik például most Bonyhád környékén élnek, a bukovinaiak. De az Aldunánál is éltek egészen Bukovinába, tehát jó messzire elkerültek onnan. Ugye vannak a csángók, a moldvaiak és a himesiek, és onnan, hogy átjövünk a Kárpát-medencébe a hágókon, jönnek sorba a Felcsík, vagy Gyergyónak az a része, udvarhelyszék, és akkor jövünk át a Marosmenti székelyekig. Na most mi ezekről a vidékekről fogunk most játszani, és egyébként az apropója az összeállításnak az, hogy tavaly ugye rengeteg ünnepünk volt, rengeteg dologra emlékeztünk meg, Arany János, reformáció, Szent László, Kodály Zoltán születésének és halálának évfordulójára, és hát ebben a rengeteg ünneplésben ugye mi is igyekeztünk a magunk dolgát tudat tenni, és a Magyar Állami Operaházban a Székely Fonót felújították. És a Székely Fonó előtt mi játszottunk egy ilyen fél óra, háromnegyed órát, amiben elmondtuk azt, hogy Kodály Zoltán ezen a vidéken gyűjtötte ezt a dallamot, ezt ütőgardonnal hallotta, azt így hallotta, úgy hallotta, szóval ezt fogjuk most elmuzsikálni, fogadják szeretettel.
szépen köszönjük is műtáltan csak. Miközben muzsikáltunk, az is eszembe jutott, hogy nem véletlen, hogy a Miskék és a Karcagék olyan jól megértik egymást, hiszen egyébként mindegyik csupa szívember és hihetetlen kollak. És ha egyszer mond valamit, azt szereti, hogy is van. De erről tesz is, úgyhogy nincs ezzel probléma, mert nagyon melegen volt itt muzsikálás közben, és apútól hallottam régen, hogy Viskel, hogy mondták ezt, hogy levenném a zakót, mert nagyon melegen van, de van egy olyan mondás, hogy az egészséges jó bírja a gyapját. Úgyhogy a zakó marad. A következőben szilássági táncokat fognak látni ismételten a táncosok előadásában. Ugye szilátság az, ami lényegében a párcium, tehát az előszobája Erdélynek, de ezt ők nem nagyon szeretik, hogy előszobája, mert ők egy saját öntudattal rendelkező vidék, és egyébként tényleg ez így is van, tehát ők tartották is, és egyébként legszebb formáját a betleni időben élte meg, mert készüljünk majd egyszer egy ilyen lemezre, hogy párcium, és a térképeket keresgettem én, hogy annyi formája van párciumnak, hogy most ez párcium, vagy az párcium, és képzeljék el, hogy ez egészen Kárpátalját beleértve volt olyan időszak, ami felvidékig egészen elnyúlott. Tehát tényleg egy nagy részről beszélünk. Gyönyörű tánca van, részben érezhető benne a szatmári íz, részben már az erdélyi kalotaszegnek a tánc kincse, hiszen a férfi táncban már olyan motivumokat lehet látni, ami az erdélyi sűrű legényesnek a motivumai, úgyhogy ebből fognak most egy szép példát látni. Az erdélyi legényes tánc, ami egy sűrű tánc, ezt úgy hívják arrafelé, hogy tövekelő, aztán pedig egy csártás és egy ugrálós a végén. Kicsit utazással, Párciumból felvidék felé veszünk az irányt.
székely fon, amiről beszéltem az előtt, van benne egyetlen egy dallam, ami nem székely, mégis Kodály Zoltán típusa miatt, a dallamossága miatt bevette a székely fonóba, és az egyik legismertebb népdalunk lett egyébként érdekes módon a Kárpát-medencében, és nem csak a Kárpát-medencében. A Földön szerintem, ahol magyar ember él, ezt a nótát biztos a nagymamája megtanította neki, ez pedig az Acsitári hegyek alatt című népdalunk. És ugye ezt felvidéken egy alsó Csitár nevezetű faluban gyűjtötte Kodály Zoltán 1952-3-ban, és tette bele a műbe, és akkor egy kívül ismert lett. És amikor játszunk ezt az előadást az Operaházban, el szoktam mondani, hogy most pedig játszunk egy kis duda zenét ennek a vidéknek, úgy képzeljük el körülbelül, hogy a Vág és a Garam folyó közé esik, Nyitra megyéhez tartozik, és ott a Zoborai, a Kürt, jó néhány ilyen felvidéknek jó a bora egyébként, hogyha valaki esetleg arra járnak, kóstolja meg, mert tényleg jó borok vannak arra felé. Szóval a lényeg, hogy itt a duda zene nagyon-nagyon sokáig élt, és Kodály Zoltán dudásoktól vette fel a legtöbb dallamot az 50-es években. És Akkócs Gergő barátommal mi is ellátogattunk körülbelül rá 50 esztendőre, hogy hát ha találunk még valakit, és találtunk egy primást, aki tudta a duda dallamokat. Tehát ugyanazokat a duda dallamokat el tudta még játszani hegedűn, amit valaha ezen a hangszereken játszottak, és hát ebből játszottunk, készítettünk egy összeállítást, és a végén pedig ilyen interaktív részként tisztelettel megkérném önöket, hogy az Acsitári hegyek alatt című népdalt énekeljék el velünk együtt. Legutoljára Felvidéken muzsikáltuk ezt az összeállítást, ugyanígy megkértem a közönséget, csak elfelejtettem eljátszani. Befejeztük, és mindenki nézett, hát én nem tudtam, mire gondolhatnak, és én elfelejtettem a nótát, és a többiek mondják, hogy Szalonna, te nem játszottad az Acsitárit, most koncentrálni fogok erre a kérdésre, és el fogom játszani. Thank you.
és mielőtt az utolsó táncos számba belevárnánk, ami természetesen szülőföldünkről viskről való tánc lesz, aztán még a végén egy szép adventit eljátszanánk, egyetlen egy darab gyönyörű erdélyi lassú muzsikát szeretnék eljátszani, mégpedig egyrészt egy pillanatnyi megállásra, másrészt pedig egy köszönet az Angyalországnak, legalábbis a mostani vezetésének mindenképpen, hogy ez a tegnapi nap, ez nekünk nem ünnepnap, hanem nagyon komoly gyásznap, miután Trianonba, azt hiszem nagyon sok háborunk volt, amiben nem vesztettünk ennyit, mint ezen a napon, és tényleg határon túli magyarként is köszönettel tartozunk az Angyalország vezetésének, hogy észreveszik azt, hogy ez egy nemzet, és rengeteget tesznek azért, hogy mi itt lehessünk, hogy az Angyalország oda látogathasson, és nem trótkerítések szabják meg azt, hogy ki milyen érzelmeket, vallási identitást vagy útlevelet tart a kezében. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, eljátszanak tényleg egy gyönyörű erdélyi keserves nótát, aztán természetesen a viski muzsikával köszönjük el.
megköszönjem az itt létünket, a Visgyex nevébe, és megköszönjem Váci Attilának, Icának azt a lehetőséget, hogy lehetővé tette, hogy itt lehessünk, és további kívánok.
és egymás szemébe nézve, egymás kezét szorítva, e dallamokat hallgatva és a lépéseket látva, valóban átéltük a közösség ünnepet és a békesség nyugalmát. Advent első vasárnapján a karcagi adventi gyertya áldott fényében Pál István szalonnát és bandáját hallották, valamint a viski táncosok képviseletében Takács Dórát, Páva Csabát, Takács Ákost és Szilágyi Nórát látták. Szeretettel hívom Önöket a polgármesteri hivatal elé, hogy együtt gyújtsuk meg és adjuk körbe a szeretet lángját. Aranyosi Ervin szavaival köszönöm meg megtisztelő figyelmüket. Advent első vasárnapján felgyullad egy gyertyafénye. Melegítse át szívedet, legyen fénylő eredménye. Kezdődik a csodavárás. Ahogy egykor Jézust várták, szeretettel, bizalommal a tűz lángját körbeadták. A megváltó tiszta fényt hoz, szeretetet, ami éltet. Felemel a puszta földről, Isten fiává fogad téged. Szeretettel tárt ki lelked, öleld át a nagyvilágot. Kívánd azt, hogy minden ember itt a földön legyen áldott. Áldott adventi időszakot, békés, boldog karácsony és szerencsés új esztendőt kívánok. Viszontlátásra!